Vonyhádon az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából zajlott megemlékezés keretében idén is átadták a Boros Dezső díjat. A képviselőtestület Gulyás Péter testnevelőedzőnek adományozott, több évtizedes pedagógusi munkája, oktatónevelő tevékenysége, a sport iránti elkötelezettsége és diákjaival elért kimagasló eredményei elismeréséül. A Vörösmarty Mihály Művelődési Központban Fehérvári Tamás a Tolna megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke mondott beszédet. 56 nem csak atyáim története, hanem a nemzet egészéjé. Arról szól, hogy a lelkünkbe táplált szabadságvágy miként tör a felszínre. Arról szól, hogy a félelem nem volt és nem is lesz ura e népnek. Van nekünk egy zászlónk, mit nem téphetnek szét. A színek maradnak, akármilyen a szél. Dombováron az Apáczai Csere János szakközépiskolában tartott megemlékezésen Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár, a térség országgyűlési képviselője rövid történelmi áttekintés után elmondta, kevés olyan család van ma, aki valahogy ne lett volna érintett a forradalomban. Sokaknak el kellett hagyniuk a hazájukat, rájuk is emlékezni kell ilyenkor. Valamint azokra is, akik köztünk éltek. Potápi Árpád János elmondta, nagyon sokat kell még tenni azért, hogy a Tolna megyei forradalmi történéseket megismerjék, főként az ifjú generáció tagjai. A jelentősebb események akkor túlnyomó részt Bonyhádon történtek. Bonyhádnak 256-os hőse van, Szakács Jenő, illetve Domokos Piusz személyében. Szakács Jenő a mecseki harcokban esett el, Domokos Piusz pedig Budapesten november 4-én vagy 5-én, de hogyha 56-ról beszélünk, akkor a Nagykonyiban született, 1923. január 1-én született Tamási Lajosra is kell emlékeznünk, aki az egyik leghíresebb 56-os verset írta, a Piros a vér a Pesti utcán. Pakson az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségen délután a Városháza előtti téren Bana János alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd a politikai pártok, a civil szervezetek, intézményvezetők megkoszorúzták az emlékművet. Este a Csengei Kulturális Központban folytatódott az ünnepség, ahol a tehetséges paksi fiatalokért alapítvány idei díjazottjait jutalmazták, valamint pro útbe díjat vehetett át Faller Dezső. Az ünnepi szónok Szabó Péter polgármester megemlékező szavait Gyarmati Dezső háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó gondolataival kezdte, a példaképek arra szolgálnak, hogy kijelöljék az utat, és megmutassák a célt, amiért küzdened és dolgoznod kell. A hőseiből, tanúiból még jó néhányan itt élnek közöttünk. Családjainkban szüleink, vagy nagyszüleink élőszóban tudnak beszélni az 50-es évek borzalmairól. Bátaszéken a Mansfeld-Kopjafánál az emléktáblánál történő koszorúzást megelőzően a Városháza előtt gyülekeztek az emlékezők. Ezúttal a II. Géza gimnázium tanára Péter Albert volt a vezérszónok, aki azután, hogy az akkori világpolitika legnagyobbjainak szavait idézte a magyar forradalomról és szabadságharcról, nevén nevezte Bátaszék legendás 56-os hőseit. A tüntetők a községi tanács vezetőinek távozását követelték, és a településen a közrend fenntartására létrehozták a Bátaszéki Nemzeti Bizottságot, melynek tagjai Keresztély Gyula, Lassú Jenő, Novák János, Péter Ambrus, Tölgyesi Gáspár és Várda Árpád voltak. Tolnán a helyi Szent István Katolikus Gimnázium diákjainak Oly távol messze vagy hazám című zenész színpadi darabjával emlékeztek az október 23-ai forradalomra. A fiatalok az esemény után külföldre emigráltak, honvágyát, a szülőháztól való erőszakos elszakítás élményét mutatták be a nézőknek. Október 23-ának egyetlen üzenete van, az pedig a szabadság győzelme, mondta beszédében Apászhofer Ágnes polgármester. A szabadság győzelme a vereségben. Amikor október 23-án az egyetemisták Pesten az utcára vonultak, nagyon gyorsan kiderült, hogy a rendszer, amelyet a hazugság és az erőszak drótozott össze, a szabadság és a bátorság előtt kártyavárként omlik le. Nagymányokon évek óta a művelődési ház otthont az október 23-i megemlékezésnek.
Idén az általános iskola diákjai adtak műsort, az ünnepségen Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet. Kalbél a polgármester elmondta, az 56-os forradalmi események nagymányokat a harcok szempontjából nem érintették, az eseménynek azonban, mint az egész országban, itt is hatása volt, és kell, hogy legyen a mai időben is. Én ugyan 56-ban születtem, de pap gyerekként is azért az 56-os utózöngék igencsak érintettek bennünket, így mondhatom, és a bennünket nem csak családra vonatkozik, hanem mindazokra vonatkozik, akiket az akkori politika, hogy úgy mondjam, megérintett, és vannak emlékeim. Tehát én úgy gondolom, hogy igenis sokat kell, hogy mondjon a mai fiataloknak, és úgy azt is gondolom, hogy ennek az emléke nem hanyagolható. Dunaföldváron a Városi Művelődési Házban gyűlt össze az ünneplő tömeg, ahol a Magyar László Gimnázium 10. évfolyamos diákjai adtak ünnepi műsort. Horváth Zsolt polgármester köszöntőjében időutazásra hívta a megjelenteket, kiemelve, vajon a ma embere mit tenne, hogyan gondolkodna 56-os körülmények között. Bibó István szellemi örökségét, a szabadság és a félelem gondolatait hívta segítségül. Az ünnepséget követően Dunaföldváron elhelyezték a megemlékezés koszorúit a Városháza falán lévő emléktáblánál. Hála és a köszönet, meg a főhajtás, az tényleg azoknak az emberek, akik október 23-án elmentek, majd utána ezekben a harcokban az életüket adták, vagy szabadságukat, azok tényleg megérdemelnek tőlünk mindig egy főhajtást, de nem csak azt szeretném még felhívni a figyelmet, hogy nem csak egy nap, talán egész életünkben.